Bámulatos, milyen mély tud lenni az apa és az anya szeretete gyermeke iránt. Ha ilyen érzéseink vannak emberi családi kapcsolatainkban, mennyivel nagyobbnak kell lenni az Isten szeretetének a fia iránt. Volt két alkalom, amikor Isten megszólalt szeretett fiával kapcsolatosan. A második alkalom az a megdicsőlésekor volt a Tábor hegyén, amit itt Fölhénz hegyen, mint búcsú ünnepet ülünk. Sok művészt megihletett ez a bibliai jelenet, a színeváltozási jelenete, festőket, költőket egyaránt. Ezek közé tartozik, ami Juhász Gyulánk is, aki a következőket veti papírra a Tábor hegyén című versében. Ez volt a hegye az elragadtatásnak. Nagy napsütés és tömjénes vasárnap. Ünnepe az életnek, a csodának. Aranyos arccal fölnézett a Mester, ruhája hónál tündöklőbb ezerszer. Ó, ilyen fehér, még nem volt eddig ember. Jött Mózes, aki eltűnt, mint egy álom, Illés ki elszállt lángoló határon, s három tanítvány boldog halopányon. És mondta egy, mi szép az élet, mi mély, mi nagy, mi gyönyörű ma vélel, építsünk hármas hajlékot ti néktek. Nem szólt a Mester, a fény és a mámor elrepent mirhaillatként arcáról, s lenézett a hegy napos magosából. És renn, ahol a Golgota betárnyat, látta méla, néma olajfákat, hol nem sokára lelke, holtra vágyad. Kedves jó testvérek, nemzetünk sok Golgotát, de sok táborhegyi örömet is átélt már történelme során, de érezte, hogy mindig van feltámadás, mindig van színeváltozás. És a nagy kérdés, vajon a mi saját életünkben lesz-e táborhegy, lesz-e színeváltozás? Az apostolok nem ugyanolyan emberként jöttek le a hegyről, ahogy felmentek, más emberré lettek, Isten emberévé váltak. Kérjük hát, hogy minket is formáljon ilyen emberré az az erő, amely az Atya akaratából Jézusban megjelent közöttünk. Amen.